Agresszíven, nagy lendülettel kezdte a mérkőzést a hazai csapat, aminek meg is lett az eredménye, az 5. percben 11-4-es nyíregyházi vezetésnél már időt kellett kérni a Kecskemétnek. A folytatásban sem lassítottak a cápák, 10 perc játék után 5 ponttal vezetett a házigazda. A második negyedben sem változott a játék képe, a negyed vége viszont a vendégeknek sikerült jobban, de így is 4 pontos nyíregyházi vezetésnél vonultak le a nagyszünetre a csapatok. A hazaiak addigi 40 pontját 3 játékos, Perry, Kópsz és Pipiras szerezte, így az volt a kérdés, hogy a folytatásban kicsatlakozik hozzájuk a csapattársak közül. Fordulás után zárkózni kezdett a Kecskemét, sőt a záró negyed már 3 pontos vendégelődnél kezdődött el. Kass Balázs a legjobbkor csatlakozott az addigi pontszerző nyíregyházi trióhoz, 3 pontos kosaraival visszavették a vezetést a cápák, sőt 2 perccel a meccs vége előtt már 12 ponttal vezetett a nyíregyháza. A hajrá azért izgalmas a sikeredet, de végül 77-71-re nyert Darko Radulovic együttese, amelyben a 37 pontos Perry és a 16 pontos Pipiras mellett a 11 pontig jutó és 18 lepattanót begyűjtő Erik Kósz volt az egyik húzó ember. A védekezés volt a győzelem kulcsa. Nagyon agresszíven és intenzíven védekeztünk, nagy nyomást helyeztünk a labdás emberre. Egy-egyben jól védekeztünk és jól lepattanóztunk. A hazaiak edzője egyetértett játékosával. Nagyon boldog vagyok, hogy Erik is a védekezést említi a győzelem kulcsaként. A játékosok megértették, hogy ez szükséges a győzelemhez. Nehéz meccs volt egy tapasztalt csapat ellen, amely ráadásul jó formában érkezett, de nagy energiával játszottunk. Erik 18 lepattanót szedett, ami mutatja, hogy mekkora energiával játszott, de ez igaz a csapatra is. Betegségekkel és sérülésekkel küzdünk, de túllendültünk ezeken. Erre tudunk építeni. Támadó oldalon is jobban teljesítettünk, mert az előző meccsekkel ellentétben végre tudtunk kosarakat szerezni gyors indításból. A vendégek edzője szűkszavon értékelt a találkozót. Gratulálok a Nyíregyházának, megérdemelten nyertek. Ezen az estén mi nem érdemeltünk volna a győzelmet, úgyhogy ennyit szeretnék. A Kecskemét játékosa Kucsera Dániel szerint sem érdemeltek győzelmet. Nagyon sok eladott labdánk volt, sok támadó lepattanót engedtünk a Nyíregyházának, ezt jól ki is használták. Én úgy gondolom, hogy jól harcoltunk, küzdöttünk, amennyire most bírtunk. Megpróbáljuk ezt a meccset elfelejteni és a jövőre koncentrálni. A tabella élén a Szombathely áll 16 győzelemmel és egy vereséggel, megelőzve a 14-3-as mutatóval rendelkező Szolnokot. A 2-15-es sereghajtó Nyíregyháza szombaton a 10-7-tel 6. Paks otthonában lép pályára. A forduló további párosítása a következő: Albafehérvár-Körmend, Budapesti Honvéd-Szeged, Kaposvár-Zalaegerszeg, Szombathely-Debrecen, Oroszlány-Sopron és Szolnok-Kecskemét.